Üresen fehérlik ez a két tálca, a rajta lévő kocsonyahúst pillanatok alatt elkapkodták. A karácsonyi és szilveszteri nagy forgalom után januárban más jellegű termékekre van igény. Észre lehet venni a tőkehúson, hogy nem úgy fogy, ahogy kellene, de hát ugye januárban, de viszont a kocsonyahús az dübörög, mondhatom azt. A köröm, csülök, bőrke, farok, fül, fej. Úgyhogy ebből minden nap kifogyunk, hál' Isten, és minden nap tudjuk per pillanat még pótolni a hiányzó készletet. Meg hát ilyenkor disznósajt, húrka, véres májos húrka, saját készítésű, saját füstölésű, csülök, házi kolbász, ami ilyenkor a sláger. Bár kevesebben, de még mindig van, aki saját maga készíti el a húrkát, a kolbászt és a disznósajtot. Ez a hozzávalókat érdemes húsboltokban, henteseknél beszerezni. Hál' Isten, van megrendelésem itt apró húsra, akkor hozzá sertésbél, darabolt sonkák, szívsonka, parassonka és szalonnának való. Ez azt jelenti, hogy sokan elkészítik saját maguk a hurkát, kolbászt? Igen, igen. Hát aki teheti, úgy adottak a körülmények, családi ház, stb. Stb. Az meg tudja oldani, meg a füstölést is. De azért már annyira nem jellemző, mint pár évvel ezelőtt. A magyarországi húspiaci helyzet szerint jellemzően az árak idén nem fognak változni. Kisebb ingadozások persze előfordulhatnak, hiszen az árak alakulását sok minden befolyásolja. Előre ezt nem tudjuk, mert elég változó a piac, itt sok befolyásolja, tehát főleg az eurónak a változása, de én mondhatom azt, hogy nálam körülbelül gyönge egy éve nem változtak az árak, se le, se föl. Nem könnyíti meg az ágazatban dolgozók helyzetét, hogy az üzletláncokban sok az olcsó import hús, amivel a magyar termelők nehezen tudnak versenyezni.